Már csak egy nap van húsvétig, ez pedig látszott a győri vásárcsarnokban is, ugyanis hosszú sorok álltak a húsos pultoknál, a csarnok pedig megtelt élettel, a kereszténység legnagyobb ünnepén sokan már előre megvették a sonkát és a tojásokat. Idén a pandémiás helyzet miatt a családoknak kevésbé van lehetősége találkozni, azonban a húsvéti sonkára így is van kereslet. A tapasztalat pedig azt mutatja, hogy azokat a sonkákat keresik, amelyek a többféle adaléktól mentesek. Semmiféle adalék anyagot nem tartalmaz, csak konyhasó. Ne legyen nitritben, ne legyen tartósítószerben. Kicsit drágábbak vagyunk, majdnem duplája. Én vagyok a legdrágább szerintem itt a csarnokban, de úgy érzem, hogy ebben érzem a vevőimen, hogy visszajárnak. Az élő sertés ára az utóbbi időben jelentős emelkedésnek indult, azonban vannak olyan hentesek, akik megvárták a húsvét előtti bevásárlást, és csak ezután emelik meg az árakat. Szerintem után. Igen, egyértelmű, hogy után, mert ha maradnak készlet, én még azt is ennyiért tudnám adni. Mert mondjuk ez szinkronban van a becsülette. A sonka mellett a tojás az, amire ebben az időszakban megnő a kereslet. Van olyan, aki az ételbe, és van olyan, aki festeni viszi haza. Az egyik árus híradónknak elmondta, hogy ilyenkor minimum 30-40%-kal több tojást vesznek tőlük, mint az év többi időszakában. Vannak olyanok, akik 10-20-30, de akár 70-80 darabot is visznek, és a családban elosztják. Emellett pedig ilyenkor nem csak a magánemberek körében népszerűbb ez az alapanyag. A húsvéti rész, amikor fokozott mennyiségben, hát mi is így rá készülünk, vannak éttermek, vannak cukrászdák, amiket teríteni szoktunk még tojással, ez megbeszélés kérdése. 12 éve a piacon vagyunk, próbáljuk azokat a 12 év alatt megszerzett vásárlóinknak az igényeit maximálisan kielégíteni, akik nálunk vásárolnak. Az árváltozás a tojásokra is hatással volt, de ennek az oka az, hogy a takarmány is drágább, amit az állatoknak adnak. A minőségi tojáshoz pedig minőségi magokra van szükség. Ezek az állatok is nagy odafigyelést igényelnek, hiszen más-más feltételek szükségesek a különböző évszakokban.